Ennyi az álló. Álló jelenet. Na. Megvárjuk ezt a motort. Megyünk ma a G1 Fitnessbe. Nyílt nap lesz. Meg vagyunk hívva vendégként, és Molnár Petivel fogunk egyet karozni. Ehhez csatlakozhatnak majd az ott lévők. Ingyenes nyílt napon. Ezt a karedzést láthatjátok ma, utána pedig majd 3/3-dal és Liszkai Márkkal fogunk majd edzegetni valamit, vagy ugyanúgy ugye a nyílt nap keretein belül. 3/3-nak lesz majd pár kérdése, amit feltett sztoriba, és oda ti tettetek fel kérdéseket, ezeket fogjuk majd ott megválaszolni élőben. Ennyi. Srácok, ahogy az előző videómban is említettem, tudtok az Express Premium Coaching programra jelentkezni ismét, úgyhogy megtaláljátok a leírásban is a linket. Egy ingyenes konzultáció során elmagyarázom, hogy miről szól a program, hogy elmagyarázzuk. Gyakorlatilag igazából az a lényege, hogy átlagembernek is megéri. Ez egy 12 hetes program, amiben 10 év tudása és tapasztalata benne van. Rengeteg tananyaggal, aminek a lényege az ugye, hogy az életetek hátralévő részében ne kelljen majd esetlegesen máshoz fordulni segítségért. Rengeteg tananyag van benne, és meg tudjuk tanítani azt, hogy mi a saját étrendednek az alakításának a lényege, ha esetleg izmot szeretnél növelni, ha esetleg szálkásítani, formásodni szeretnél. Illetve ugye a coachoknak is, akik online szeretnének értékesíteni, nekik is nagyon hasznos ez a program, mivel ugye a rengeteg tananyag és tudás, ami benne van, az elmúlt 3 évnek a kutatásaiból vannak kiszedve, kigyűjtve. Több mint 100 oldal van ebből, mind ugye az étrendi rész, mind pedig az edzésterv része. Ugye 12 hét alatt végig kaptuk egy edzéstervet, egy étrendet is, illetve ugye a coachoknak, ami fontosabb, vagy akiknek van ilyen ambíciójuk, azok kapni fognak weboldalt is a végén, illetve grafikai munkát, és felhasználható sablonokat, étrendvázakat és edzéstervvázakat, amiket már egyből tudni fognak értékesíteni. Be fogtok kerülni egy közösségbe, ahol lesznek élőzések is heti rendszerességgel, illetve ugye meg tudjátok osztani a tapasztalataitokat, és tudtok beszélgetni hasonló mentalitású személyekkel, mint ti. Ez mind az átlagemberekre, mind pedig a coachokra is vonatkozik, vagy még csak most kezdő tanuló coachokra. Szóval jelentkezzetek be az ingyenes konzultációra, megtaláljátok lent a linket. Azt pedig még, amit el szerettem volna mondani, mivel hétvégéig tart még az Impact Week a MyProteinen, rengeteg az évben a legnagyobb kedvezmények vannak most, úgyhogy ne felejtsétek el használni a linkemet, ezt is szintén a leírásban megtaláljátok, 50% van a ruhákra, 42% van kb. Az összes termékre, illetve van 30% a kreatinra is, és 20% még a fehérjére is, és pénteken még lesz egy vitamin akció is, 2 vásárlás fölött 50%-ot fog adni nektek, úgyhogy rengeteg nagy akció van, használjátok ki. Emellett a Nature Kennél is a 4. születésnapjukat ünneplik egész hónapban, úgyhogy a minden héten van kisorsolva 30 000 forintos nyereménycsomag. Tehát, hogy a Mars kódot használjátok a fizetésnél, ott kell majd a legvégén kell beírni a kódot, és kaptok még extra 15%-ot az összes meglévő kedvezményre. Úgyhogy használjátok azt is ki, aki szokott használni ilyen termékeket, én szoktam, már hosszú évek óta, igaz, még csak most lett belőle szponzorom, de nagyon hasznosak ezek a termékek, ugye. Illetve ugye a MyProteinnél is fogok kiosztani 3 ajándékcsomagot is köztetek, akik megjelölnek a sztoriukban. Ennyit szerettem volna meg elmondani, és megyünk most forgatni G1 Fitness Gödöllő. De jó, hogy elfordulhatok végre, és már úgy is hallod, bazd meg. Megyünk G1 Fitness. Beszélek. 1, 2, 3, 4. Tehát itt vagyunk a G1 Fitnessben, egy nyílt napon, amit sztorimban is sokat... Louis. Sziasztok! Itt vagyunk a G1 Fitness nyílt napján Molnár Petivel. És nyomni fogunk ma egy karnapot. Peti fogja vezetni az edzésünket. Itt van egy barátja is velünk, illetve az én barátom is,
úgyhogy ezt láthatjátok majd most. Mire számíthatunk az edzésen? Ahogy beszéltük, az alkatodnak megfelelően, illetve az én alkatomnak megfelelően itt 4-ből 3 vagy 5-ből 3-an 4-en egyforma alkatok vagyunk, úgyhogy most nekünk kedvez az edzés, szettezni fogunk, és antagonista izmok lesznek szedbe kapcsolva. Ugye mivel sokan vagyunk, ezért óriás szettek lesznek, ennyi nagyjából. És ennyi, meg is akadtam, kész. Mesélj amúgy egy kicsit arról, hogy te, neked hogy jött az, hogy versenyző akarsz lenni. Akkor belemegyünk a versenyzésbe. Nekem hogy jött? Néztem volna. Az egész sport. Az egész sport hogy indult el? Hogy... Hol? Hát beleugrok egyből a közepébe. Tehát most ugye akkor bele a mélyébe. Tehát versenyzéssel kapcsolatban neked lesz-e még versenyed? Hát jelenleg jelesen nem gondolkozom további versenyzésben. Azért 20 évet eltöltöttem ebbe a sportba, ami elég aktív volt. Sok pozitívumért, nagyon sokat tanultam, felnevelt ez a sport. Szerintem a testépítés egy férfinek vagy a küzdősport elengedhetetlen. Ez a kettő szerintem, ami egy irányvonal lehet, egy iránymutató. Elég volt. Tehát az életben változik a, hogy mondjam, a prioritás, és most már más a fontos. De éltem 20 évig ezt a testépítő létet. De jó. 20 évig éltem a testépítő álomvilágban. Most már egy kicsit más irányba akarok mozdulni. Átadom a lehetőséget a fiataloknak, illetve a színpadot. Volt egy jó idézeted, most pont amit beszéltünk. Azt mondd el, kérlek. Ja. Nem csak így a fiataloknak. Hát, hogy egy győztes harcos úgy megy csatába, hogy már előre nyert. Ez eléggé fontos szerintem. De minap beszélgettem a barátommal, ő kajakozó, és nagyon tetszett az, hogy párosban indult egy Európa-bajnokságon, és közölte az edzőtársával, hogy 500 méteren elfogy, és csak a másik srácon fog múlni minden, mert ő már megverte egyénibe ezeket a olimpikon, világbajnok, stb. Versenyzőket. És mondta neki, hogy 200-ig együtt kell valahogy maradni az élbolyba, és utána annyit fogok mondani, hogy hopp, és akkor ami belefér, ami a csövön kifér, az utolsó 300-at meghúzzuk. Most a srác ezt úgy adta vissza, ugye nagyon lelkes volt a verseny után, mindenkinek mesélte, hogy annyit hallott hátulról, hogy hopp, és mintha 20 ló elkezdte volna tolni, felemelkedett a csónak eleje. Nagyon-nagyon fontos az időzítés ebben a sportban is. Ugye mindenkinek van egy ilyen fölfelé menő szakasza, lefelé menő szakasza. Akkor kell a legtöbbet várni magadtól, amikor a csúcson vagy. És szerintem el kell odáig menni. Tehát türelmesnek kell lenni ebben a sportban, eljutni a csúcsig, egészséges keretek között, a saját adottságaidat felmérni és az szerint döntéseket hozni, hogy milyen irányba akarsz elmozdulni, és hát az időzítésre odafigyelni. Én ugye ennek kapcsán is hagytam ki 2 évet. Még 18-ban voltam, ugye akkor még menszűzikbe versenyeztem, és ahhoz, hogy klasszikban meg tudjam próbáltatni magamat, ahhoz én kihagytam 2 évet, és akkor 20-20-ban voltam fitparádén. Utána volt még egy próbálkozás, amit ott el is törtem a kezemet, úgyhogy ez mindegy. De én azóta megint csak nem álltam színpadra. Ugye most én a külföldieket nézem elsősorban, hogy kik azok, akik profik tudnak lenni, és ahhoz mérem magamat. És ugye nekem nagyon fontos az egészségem, mivel én már egyszer elbasztam magamnak, ugye itt a kémia használattal, és azt azért egy húzamosabb idő volt helyre tenni. És ennek kapcsán a fiataloknak mi az, amit javasolni tudsz, hogy miért készüljenek olyan szakértővel, aki már mondjuk kitaposta az utat, vagy eléggé expert már a témában. Nagyon érdekes ez, mert ha valaki azt mondta volna nekem, hogy nem lesz belőled jó balerina vagy énekes, akkor nem fog megsértődni. Ha egy sportolónak azt mondod, hogy nem biztos, hogy az open testépítés a tiéd, vagy mondjuk a klasszik, akkor lehet, hogy ezt ő úgy éli meg, hogy te konkurenciát látsz benne, vagy nem akarsz neki jót. Nem gondolja át, hogy az ő adottságai hova elegek. Tehát most, akik a világ élmezőnyében vannak, tehát olyan profi mezőnyökről beszélünk, ahol mondjuk a kártyáért megy 300 fő, egy kártyáért.
Volt ilyen, láttam ilyet Egyiptomban, a klasszik ilyen. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az, hogy aki a klasszik kategóriát választja, az az alkatának megfelelő, hogy legyen az a kategória, kellően felkészült és elszánt legyen, és minden eszköz meg legyen ahhoz, hogy a legjobbakhoz oda tudjon állni. Mert ez van most. Olyan szinten elment a sport, megfelelő anyagi támogatást kapott a sportolók lehetőséget kaptak nagyobb összegeket keresni, illetve az Instagram segítségével az egész sport ugye úgy, hogy mondjam, így spread in the world, hogy most már mindenki foglalkozik ezzel. Tehát ahhoz, hogy itt most oda tudj állni, ahhoz a legjobbak között is ott kell lenned, nem elég csak külsőleg, mert nagyon nehéz kitűnni, amikor 8 milliárd emberből ott áll a színpadon a legjobb 10. Ez fel kell dolgozni, hogy ahhoz, hogy oda tudj állni közéjük, ahhoz mit kell még? Megnézel egy Chris Bumstead-et, milyen szerény, milyen normális a mai napig, nem változott a személyisége. Sokszor találkoztunk az évek alatt. Amíg megnézek egy magyar sportolót, egy-két eredmény után konkrétan magával nem áll szóba. Mm. És ez valahol az nagyon-nagyon fontos, hogyha valaki jobb nálad, akkor kérdezz, vagy másold le. Az, hogyha te eldöntöd, hogy ő így csalt, ezt csináljam, stb., vagy ugye azzal, hogy kockára teszem az egészségemet, hogy előnyhöz jussak, ez nem fog összejönni. Máshogy kell erre a sportra tekinteni. Tehát nagyon sokan ugye jó versenyzők akarnak lenni, vagy jól akarnak kinézni. Szerintem meg kéne tanulni azt, hogy élvezetedet leled abban, hogy szenvedsz, hogy megpróbálsz jobbá válni, hogy a napi szinten leteszel az asztalra egy olyan munkát, amit kevesen tesznek le. És melléktermékként jól fogsz kinézni, és lehet, hogy indulsz versenyeken. De nem egyből az kell, hogy... Fájdalom szenvedély. Nem kell egyből a színpadot, illetve a dobogót megcélozni. Csak tedd a dolgod. Javulj napról napra, legyél valamiben jobb, több, apró kis célkitűzések. Ha valaki lemegy egy terem, az edzőterem, és azt mondja, hogy Mr. Olympia akarok lenni, 99,9%-ban el fog bukni, mert egyszerűen nincs pozitív visszajelzés. Kell 15 év vagy 10 év, hogy oda kerüljön. Hát ha 10 éven keresztül te úgy csinálsz valamit, hogy nem kapsz visszajelzést, akkor azt mondod, hogy az meg. Akkor ennek mi értelme? Ez egy apró kis... Kell egy jó edzőpartner, azt mondják, hogy ezt nehezebb találni, mint egy jó feleséget. Húzzátok egymást. Szerintem ez a term egészséges küzdőszellem a férfiak között, ez tök egészséges. Fel kell mérnetek, ki miben rossz, és ki miben jó, és a másikat abban segíteni, hogy ugye megmaradjon az egyensúly például klasszik kategóriában. Tehát a gyengeségeidet, erősségeddé változtatod, és valószínűleg azzal már egy eredményes sportoló tudsz lenni. Türelmesnek kell lenni. Ezek a siker kulcsai. Nagyon sok olyan versenyzőt látok, aki tényleg nagyon elszánt, de nem leli örömét abba, hogy mondjuk emelt a raise the bar, basszus, vagy kevesebb pihenőidő, vagy kicsit alakult a formája, akkor a szervezete tolerálja a magasabb mennyiségű kalóriát. Ezek mind eredmények, kis achievementek, és szépen haladsz az életbe, és egyszer csak azt látod, hogy a nagy terv az is megvalósul. De nem kell a távolba látni. Beszéltük azt, hogy mik a fizikai hátrányaid a színpadon. Pont ma volt alkalmam edzést tartani az egyik versenyzőnek, és ezt mondtam neki, hogy a profi mezőny az nem azzal foglalkozik, hogy mi nincs, hanem hogy hogyan tud jobbá válni. Mert ha mindig azt nézed, hogy miben vagy rossz, az egy negatív hozzáállás, hogy hogyan tudod ezt feljavítani. Tehát keresd meg az okát, hogy mi az. Tehát az egyensúlyról szól minden az életben. A test és a fizikum is. Ha lát egy bíró egy kiegyensúlyozott fizikumot, azt mondja, hogy ki ez a gyerek. Már biztos, hogy ott van a top 10-ben, ott van a top 6-ban, és ki tudja, mit hoz a vége. A másik meg, hogy azért illik viselkedni a színpadon. Tehát nem szenvedünk, ezt is meg kell tanulni. Ugye gyakorolni kell a színpadi viselkedést is, a színpadi megjelenést. Azt, hogy a pózokat hogyan viszed át az egyiket a másikba, hogy milyen arckifejezést vágsz. Azért ez valahol egy entertaining. És a bírók valószínűleg sportolók voltak, és azt mondják, hogy tudják, hogy te mit csináltál, milyen állapotban vagy, és te ennek ellenére tudsz szórakoztató lenni, nem sajnálni kell, akkor megérkeztél. Akár helyezéseket javíthat ez. Én láttam olyan versenyzőt, aki egyértelműen megverte a mezőnyt, megforgatták, kirakták, tehát első kör, kirakták középre, majd kirakták második helyre. Elkezdte húzni az arcát, nem annyira pózolt,
és szépen negyedik helyen végzett. Tehát lehet ezt elrontani, és utána fel volt háborodva, hogy ez mi volt, megnyerte a versenyt. És hol magyarázod el egy 130 kilós ukrán gyereknek, hogy figyelj, nem így viselkedünk a színpadon. Lehet, hogy csak azért rakták ki második, hogy megnézzék a másikat is középen. Utána lehet, hogy a harmadikat is berakták volna első helyre. Nem arról szólt, hogy őt most kitolták, arról szólt, hogy lehet, hogy a második helyezett, az első körben a második helyezett jobban akarta, mint ő. Ennyi. Jó, egyébként az én versenyzőimet is erre szoktam tanítani. A színpadi viselkedésre, ugyanúgy az alázatra, meg a magabiztosságra. Nagyon vékony a határa a nagyképűség és a magabiztosság között. De meg kell találni. De én mindig úgy küldöm föl őket, hogy ez most a te színpadod. Most mindenki csak vendég körülötted. Ez legyen benne a fejedbe, de nem kell nagyképűen viselkedni. Nem kell, legyél kedves, előzékeny, engedd előre. Ha cserje van, akkor ha ő akar előre menni, elől menjen. Úgy is a bírók azt fogják nézni, amikor beálltatok egymás mellőnyi van. És most akkor most elkezdtél foglalkozni versenyzőkkel? Hát most élethelyzet. Foglalkoztam eddig is egy szűk körrel, megmondom őszintén, az volt a baj, hogy belecsúsztam olyan helyzetekbe, hogy 10 napig nem tudtam válaszolni, ami kritikus azért 10 nap. De azért az utolsó 2 hétben végig tudtam volna vezetni, és ugye a tanítvány az megjegyezte, hogy 10 napja nem volt kommunikáció, ugye. Meg volt neki adva minden, de nem válaszoltam neki egy check-in fotózására, és visszaküldte neki a pénzt, és mondtam, hogy akkor zárjuk is ezt el, mert nekem nem erről szól ez, hogy most kapok egy kis borravalót, és végre nem zsíros kenyér kerül az asztalra, hanem ez nekem egy örömforrás is. Ha valaki azt érezteti velem, hogy ő ezért fizetett, akkor nincs értelme együtt dolgozni, és akkor egy kicsit ezt így egeltem, mert vannak olyan atléták, akik viszont megérdemlik a folyamatos figyelmet, és inkább ezekre fókuszáltam, és azóta bővült ezeknek a köre. Most már azért több szabad időm van. Hát tök jó. Meg közelebb maradok a sporthoz azáltal, hogy az ő eredmények. Persze mindig mondják, hogy köszönjük ezt, köszönjük azt, de nincs mit köszönni. Nekem az, annál nincs jobb visszajelzés, hogy jó a tanár is, hogyha sikeres a tanítvány. De ahhoz az ő munkája a lényeg. Én csak utat mutatok. Mesélj valami izgalmas történetet olimpiáról, mégiscsak azért mondjuk, hogy Chris Bumstead-del találkoztál el, vagy... Hát nem tudom, mit nem meséltem még el, az igazság, ezért sok minden történt. Ugye mindenki máshogy viselkedik ilyenkor, azért ez egy komoly tét mindenkinek. Annak ellenére, hogy azt tudnod kell, hogy a profi és az amatőr közti különbség az, hogy a profiknak nem jelent annyit egy verseny, mint egy amatőrnek. Sokat jelent. De ha van egy komoly rajongói köröd, akkor ha vesztesz veled, sírnak, ha nyersz veled, nevetnek. Tehát veled vannak. Onnantól kezdve a verseny már nem annyira lényeges, mint amikor valaki feláldozza az idejét, akár sajnos az egészségét, az anyagi helyzetét, és annyira fontos neki az, hogy nyerjen, hogy téged fog utálni, hogyha ez nem sikerül. Addig egy profi, az ha nyer, ha veszít, ugyanúgy tiszteli a másikat. Ettől függetlenül vannak, akik azért szeretnek ilyenkor így bezárkózni. Például Chris Bumstead, az a térdzokni papucs, fehér térdzokni papucs, tényleg, mit tudom én, ilyen favágó kockásing, egy abszolút szerény gyerek, csak így egyedül leül a sarokba, megvárja, még mindenki a mérlegelésen végigmegy, de ha odamész hozzá, akkor mindig mosoly és mindig kedves. Ebben az állapotban is, amikor verseny előtt van. Ugye neki most volt egy ilyen biceps sérülése, amit közvetlenül a színpadon szenvedett el, és nem láttad rajta se a színpadon. Ő mondta, hogy befelé aggódott. Tehát félt, hogy ezzel most elmegy a verseny. Az első összevetés, amikor megint ugye előre hívták, akkor már úgy megnyugodott egy kicsit, és onnantól kezdve vitte, amit kell. De ilyenkor ugye folyamatosan rásérülsz arra a sérülésre, tehát nem lehet elengedni. Ő is küzdött, utána ekkorára dagadt a könyöke, de neki ezt nem lehetett elengedni. És hál' Istennek azt mondták a bírók, hogy megvan megint a lehetőséged, és élt vele. Pedig a formája az szerintem másfélszer komolyabb volt, mint előtte bármikor. Tehát itt most végre olyan formát hozott, amivel nagyon komolyan a mezőny elé került. Mibe kérdezzünk bele? Az összes videóját hallottam, szerintem kérdezzél, hogy miben változott az élete, mióta nem él sportolom. És akkor el fogja mondani, hogy úgy kezdve az egyszerűs, hogy kókusz golyót teszik, azzal a te... Szarik az életre, mondd el. De ennek kell kérdezni az emberek, hogy mi van utána. Nem, hát most ezt a mindenki hallott, hogy király voltál, hogy nyertél. Most mondd el, hogy mi van. Hát, de nem?
Minek ellenség, ha ilyen barátai vannak az ember? Az tény, hogy azért sokáig nélkülöztem olyan dolgokat, ami nem szükségszerű az életedbe, de sajnos a gyerekkorunk az nem úgy zajlott, ahogy annak kellett volna, és ugye mit tudom én, hogy mondjam, azzal jutalmazzák a szülők a gyereket, hogy mit tudom én, elviszik a McDonald'sba, vagy kókuszgolyó, vagy bármilyen édességet kap, hogyha a csöndbe marad. Akkor még nem volt ugye okostelefon. És ezt én élem. Tehát valahol azt mondom, hogy ember vagyok, és 20 évig nem tudtam kiengedni. Most abszolút kiengedek, ugye az edzés az ugyanúgy megvan, heti 6-szor, annyi, hogy 3 hetente egy hetet így elvonulok a világ elől a párommal, mert 10 éve kitart mellettem, úgyhogy megkapta a moslék részét. Most akkor a Michelin csillagos verziót kapja. És hát van olyan, hogy leedzek, és mondjuk még utána 2 órát edzést tartok, nem eszek semmit, és nem izgat. Vagy napi 3 étkezésem van, és különösebben nem érdekel, de az edzés az fontos, mert az egómnak kell az, hogy annak ellenére, hogy egy 12 éves kislány hormonháztartásával bír most a szervezetem, és még hogyha egy 12 éves kisfiú lenne, azt se reagálná le, ahhoz képest le tudok normálisan edzeni, nálam 10 évvel fiatalabbakkal. Ez már öröm. Tehát maga az edzés szeretet az továbbra is ugyanúgy megvan. Szeretek versenyzőkkel foglalkozni, szeretem őket nagyon meggyötörni, hogy egy kicsit látom, amikor látom a szemükből, hogy meglepődnek, hogy azért ezt lehet így is csinálni, ez tök jó érzés. És akkor onnantól kezdve is felfogja, hogy van itt még. Tehát nem játszott el, nem járta be az összes kilométert. Terve van a család. Ja, ez egy jó kérdés. Családon-e tervbe? Abszolút. Valahol szerintem minden organizmus arra törekszik ezen a bolygón, hogy tovább örökítse önmagát. Tehát azért a reprodukció az a genetikánkban eredendően benne van. Persze ez kell egy bizonyos kor, hogy ezt felfogja az ember és elengedje a idézőjeles szabadságát. Tehát azért sokáig éltem ezt a dolgot, most már azt mondom, hogy ez erősen aktuális ez a kérdés. Persze ehhez nem csak én kellek. Valahol az egész létezésed értelmetlen, hogyha csak magadról szól, szerintem. Nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen valaki, akinek át tudod adni a tudásodat, az élettapasztalatodat, el tud indítani, és utána végignézően sikeresé válik általad, és remélhetőleg nem egyedül fogsz meghalni az öregek otthonában, nem néha azért rád törik az ajtót, hogy mi van öreg? Szóval ez egy nagyon szép dolog szerintem a család, én nagyon irigy vagyok azokra, akiknek már van, és törekszem is rá. Tehát ez egy kettősség, tehát azért a páromnak is egy kicsit el kell engednie, el kell fogadnia azt, hogy ahhoz, hogy problémamentesen egy gyerekvállalás legyen, ahhoz azért neki is némi testzsír százalékot kéne gyarapítani, mert egy spártai harcos testben nem gondolkozik azon a test, hogy ő most gyereket vállaljon. Ösztönlény, tehát hogyha minden adott ahhoz, hogy kényelmesen, stresszmentesen meg tudjon fogadni egy gyerek, és végig tudja vinni, akkor az szuper. Én csak a kulcsot adom. Na, hát akkor nyomunk egy karedzést, amit láthattok majd. És ami nem lényeges, a klasszik fizikben lábazzunk kellett volna, de most ezt dobta a gép. Mert karozni jobb. Tehát itt vagyunk a G1 Fitnessben, és közös karedzést fogunk nyomni Petivel. Ennyi. Úgy is veszünk fel az elején. 4-en vagyunk? Akkor viszont lehet, hogy 4 gyakorlat lesz. Aha. Jó. Gyertek. Kíváncsi vagyok a véleményedre majd, nagyon jó. Várj egy kicsit, amíg bedurran a kis csirkekarom, mert idő kell neki, már nem úgy bútol, mint régen. Hú.
Lassú ismétlésben nem szoktál? Lassú ismétlésben nem szoktál? Elegítünk. Majd játszhatunk utána vele. Ja, jó, jó, jó. Közel akarok menni, és valószínűleg valami. Ja. Majd megszokod. Nem szoktam melegíteni. Furcsa. Persze. Persze, persze. Menj oda a fej fölé nyújtásra, panattára. Hol van, segítsetek? Melyik? Hol van a panatta? Nem látom. Fej. Én nem látom csak. Igen. De nem látom. Mi? Ja? Bazd meg. Eltűnt a gép. Hány körbe melegítés szokott neked lenni? Hát most már szerintem mehetünk, de megyünk, csak nem tudom, mert el van állítva mindig, hogy nem tudom mennyi volt az el. Ja. Ilyen 16-okat. Jó. Force repszeljünk majd benne? Mit? Lesz majd, ahol segítsek? Nem, Force repszeljünk? Magaddal foglalkozni. Jó, jó. Remekül, remekül. Mi tetszik a legjobban? Hát már ezen a Scottpadon elgondolkoztam megint. Úgy adta az élet, hogy remélhetőleg nem sokára
Freezer 2. Wow, és ez azt jelenti, hogy azokat a panattákat, amiket most nézek, az alternatíváim már be tudnak kerülni a Freezer 2-ből, viszont a Freezer 1-es. Az a baj, én nem tudok számolni közben, szóval nem tudom, hogy most 16 lesz-e vagy sem. Most így megfognak. Úgyhogy ez így többszörösen hasznos, ez az edzés. Kire? Kicsit én is. De te mi a faszom? Ja? Ez én már megszoktam. Ja? Mi a faszom hozzám, akkor ciklikus vagy. Most én 14-16 ismétlés még. Szia, még hány körsz, nem mi kettő? Kettő? Jó. Ne viccét a könnyeket, előre mozduljon a kar. Azaz, azaz. De nyisd fönt. Azaz. Jól jön össze, akkor egy fit parádén akarok indulni. Aha. Na most nem mentem el a kökeny klasszikra. Mennyi volt ez? Hát ezt nem mondom. Valahol itt voltunk, nem? Te csináltad most, vagy nem? Nem, még nem. Fújjunk egyet. Jó, jó. Folyadék, mint olyan. Nekem itt az üccsim. Az a baj, hogy 10-ig tudunk számolni. Mondd el, nem olyan egyszerű. Mondd el, hogy állunk most. Nagyon jól állunk, befelé sírunk. 4 gyakorlat, 2 triceps, 2 biceps set van. Próbálom elfárasztani az úriember, de hát 10 évet, 15 évet rám vert. Úgyhogy egyelőre én fáradok el. Nos? Élvezem a lehetőséget. A könyök. Hisz ki fent. Na hát ebből lehet, kell levenni. Ja. Gyerünk. Gyerünk már. Erős vagy, szedd a szemedet. Tedd le. Gyerünk. Ez a vége, 4-et legalább. Jó. Mi kettő? Jó. Tadd meg, hogy tesszett fent. Jó. Így maradtam. Azt mondják, az izzadás a gyengeség jele. Triceps, biceps, triceps. Csináljuk ezt látványos. Mert az mutat nagyon. Ez már nem. Dehogy nem. És akkor menjen a... Nem, az nem. Van fektet biceps, nem? Valahol. Jó, oké. Mit akartam? De jó, hogy megvolt a fejembe csak. De igen, fejfölé nyújtás egy kezessel. Az jó. 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 Thank you.
ismerkedünk a géppel. Ugye meglátjuk, mennyire gondoljuk magunkat erősnek. Mennyi abból a valóság. Meglepő. Nektek menjen a tizás legalább. Próbáld hátra a könyököt, hátra vinni. Fura, mert szűk az egész, de könyököd. Maradj elő, felső testbe, könyököd hátra. Hátra megy, amikor engeded föl. Azaz, azaz. Na tessék, milyen menő. Mit tudott az a terv, hogy ennyibe került? Változást nem tudott. Nagyon könnyű. 20-as kéne, hol a 20-as bázon? 20-as, hol? Ott. Nem tudok nem számolni közben. Mindig elfelejtek számolni. Nem tudok koncentrálni rá. Kisebbet keresek én. 5-ös. 15 elejé. Talán. Gyerünk. Egy kézes fejfogat. Ide kerülne, mennyi kedvezményt adna? Golyót is kap helyetted. Legyen jó a felvétel. Na, baszik. Én bocs, nem figyeltem. Nem látom, baszik, hogy eltűnsz. Thank you.
Már meg is vette? Hány próbából? Mondtam neki, hogy leugorj az elsőre, mondjuk így. Beszéltük. Meg van egy elképzelés a fejébe, de... De meg kell nézni. Nem áll. Nagyon rosszul kezeled a helyzeteket. Nekem te nem vagy rá. Én jól kezelem. Szedd már össze magad, vénembe! Csúsz előrébe! Csúsz előrébe! Csúsz! Úgy! Az! Be a vállal, kis ujjhoz fogd a súlyt, és csavard be, még jobban forgass be. Úgy. Pont tegnap meséltem a Daninak, hogy ugye Bognár Geri a nagyon jó barátságot ápolunk, de voltunk ellenségek is a színpadon. És mesélt erről, én nem tudtam, csak ő mesélt el, hogy ugye egy csapatban voltunk fitness 2000, és mondta, hogy élete formája, megmutatta a Pintér Ferinek, a Feri, hogy Gerikém, nagyon jó vagy életed formája, a most ment a Peti, nagyon jó. Mondta, hogy ez úgy összetörte, és ezekről én nem tudtam, ő nem viselkedett úgy a színpadon, ő akarta, küzdöttünk. Mondta, hogy nem értette, hogy nagyjából egy adottság, egyformák voltunk így adottságilag, és hogy végén engem hoztak ki jobbnak. És mondta, hogy visszanézte a felvételeket, és mondta, hogy te úgy küzdöttél, bazd meg, hogy nekem nem volt B-terv. Színpadon úgy kell húzni, hogy szinte érzed, hogy pattannak el a rostok, de ott van az a pont, ahol meg kell mutatni, mintha élet-halál harc lenne. Nem itt a teremben. Bölcseltek mára. Nem, ez nagyon tetszett az, hogy... A Feri nem dicsért, engem sose dicsért meg. De az, hogy basszis, hogy nem bírta magába tartani a másik versenyt, nem jó ezt mondani a másik versenyt, tudod. És úgy volt vele, hogy
velem ezzel, ő meg lép egy nagyobbat. Átlép rajtad. Úgy kell csinálnod, mint a volt edzőpartner, mondta a kamerásnál. Ha benne leszek, akkor levágom a fejet. Lesz még valami? Még egy kör. Edzős előtt focista alkat. Vékony? Te? Focistam, 58 kilósan kezdtem. Ektomezomorf? Hát azért nem tudom megmondani, mert ugye gluténérzékeny voltam, és vagyis hát vele született, és 7 éves koromban derült csak ki. Tehát én ott vérszegény voltam, ugye azért voltam alultáplált is. Tehát nem tudom, hogy amiatt voltam annyira vékony, mert a bélbolyhaimra az még kiadott egy 10 évig. Mert ugye ott tönkrementek a bélbolyhaim. Hát bélbolyha. És a béltraktus inkább, remélem, hát a bélbolyhok annyira nem, mert ez egy komoly gyulladásos állapot lett volna. Hát azokat bassza tönkre, a bélbolyhokat. És nagyon lassan épülnek ugye újra. Hát gyomorrákos is lehetek. Tehát én attól féle érzékeny vagyok. Ja. A vele született nem csak ilyen ételintolerancia, hanem rendesen szép a szabélybolyokat. Úgyhogy nem tudom. Hát ez akkor gáz, hogyha a szüleidek péksüteményekkel tetettek meg lisztes dolgokkal, nem? Tejterméke? Nem. Ezért éltünk. Én tésztás voltam, meg paníros. Úgyhogy igen. Ja. Azért 7 éves koromban úgy derült ki, hogy folyamatosan ettem, de mindig annyira éhes voltam, hogy rugdostam a falat, és akkor már kapcsoltak, hogy nem azért, mert éhes vagyok. És akkor kiderült, úgyhogy nem tudom, hogy abból adódóan, mondom, hogy 15 évesen kezdtem el, és akkor 58 kiló voltam. Meg akkor már ilyen 1,78 magas. Ugye, a pubertáskorig azért periódikus, hogy mikor a test fejlődik, mikor az agy. Most akkor a tragédia, ami pont nem történt, az már problémás lett, hogy 18 éves korodban ja. Derül ez ki. Hát már lehet, hogy már gyomorrákos lettem volna addigra. Sőt, nagyon rosszul voltam, tényleg. Csak azt mondom, hogy a fejlődésben nem vett annyira vissza ez. Ja, aha. Ja, abban szerencsére nem. Azt mondom, hogy az alapalkatodat kell nézni, és ahhoz kell igazítani. Az a baj, hogy a legtöbb fiatal sportoló nagyon rosszul méri fel a képességeit. Mm. És olyat szeretne, ami nem az adottságának megfelelő. Mm. Persze a mai orvostudomány segítségével el lehet jutni oda, amit szeretne, csak tönkre még. Ja, tehát ja. Ez nagyon fontos az időzítés, és az, hogy ismert önmagad. Ja. Azonnal, én egyébként nem is látom magamat annyira jónak, mint ahogy a bírók szokták mondani. Tehát én azt a mai napig nem hiszem el magamról, meg én nem azt látom magam előtt. Tehát nekem megvannak ugye a klasszikus testépítő formák, amik nekem azok, és ugye ilyenkor már hiába mondja azt az embernek valaki, hogy dehogy te jó vagy. Mert neked az már nem lesz jó. Hát a fejlődés kulcsa az egyértelmű, hogy a folyamatos elégedetlenség és a hibáit keresése, de viszont ez ha mindig azt nézed, hogy mit nincs, akkor ez hívják modern betegségnek, depresszió. Nem szabad csak arra fókuszálni, hogy mit nincs. Néha azért azt kell nézni, hogy... Büszke, de sose elégedett. De miért nagy vagy kicsi, hogy milyen vagy? Belmagasság, a rossz az elosztás, a régi épület? Olyasmi, mint neked a dózsa. Több bele lehet galériázni. Hát, ez szar. Szoba, és akkor csak így keresztül.
az jó. Depot on the beat.